Üdvözlöm nézőinket! Manhal Dóránál vagyunk vendégségben, aki a mindennapok során jelentkező stressz oldásában, illetve a különböző élethelyzetek során felmerülő problémák kezelésében segít a kineziológia segítségével. De legelőször arra lennék kíváncsi, Dóri, hogy azt tudom rólad, hogy te közgazdászként végeztél, és ebbe az irányba kezdtél el dolgozni. Hogy kötöttél ki egy merőben más hivatásnál? Igen, közgazdász vagyok, nagyon sokáig ezen a területen dolgoztam, és azt gondolom, hogy ez megfigyelhető nem csak az én életemben, hanem minden más ember életében is. Nem csak így azok között, akikkel kapcsolatban vagyok, hanem hogyha a világot megnézzük akkor is, hogy az emberek mindig akkor kezdenek el saját magukkal foglalkozni, vagy a saját útjukat elkezdeni járni, amikor valamilyen nagyon nagy és nagyon váratlan esemény történik az ő életükben. Így volt ez velem is. Fél éven belül volt 3 közúti balesetem, ahol az első 2 még nagyon szépen meg tudtam magamnak magyarázni, hogy mi lehet ennek az oka. Viszont amikor a második után 2 héttel megtörtént a 3. baleset is, akkor már azt gondoltam, hogy ez már nem lehet véletlen. Tehát itt ennek kell, hogy legyen valamilyen oka, valamit tudnom kéne, amit nem tudok. És akkor elkezdtem mindenféle segítőkhöz járni, vagy keresni a megoldást erre az egész helyzetre, illetve a válaszokat, hogy mi is lehet ez az én életemben, ami nem úgy van, ahogy lennie kéne. Aztán már fizikai tüneteket is produkáltam, beállt a hátam, a derekam, és elmentem egy masszőrhöz, akivel nagyon jól lehetett ezekről a dolgokról beszélgetni. Azt tudni kell, hogy én előtte abszolút nem voltam járatos ezekben a témákban, semmit nem tudtam róla, viszont ő nagyon nyitott volt, és nagyon jól terelte a beszélgetést ebbe az irányba. És amikor végzett a masszírozással, akkor a kezemben nyomott egy papírt 3 névvel, telefonszámmal, hogy szerinte valamelyiküket hívjam fel. És akkor teljesen véletlenszerűen rá bögtem az egyikre, aki egy kineziológus volt, és elmentem hozzá, és annyira meghatározó volt már az első találkozás, hogy ott ragadtam nála. És egyébként a mai napig is kapcsolatban vagyunk, meg a mai napig is segíti ő az én életemet. Aztán egy jó 1-1,5 év után éreztem azt, hogy én ennek szeretném tudni a tudományos hátterét, szeretném ismerni azt, hogy mi is ez a kineziológia, hogyan tesztel az én izmomból bármit is. És akkor megadta a Volt tanárának a telefonszámát, akit én felhívtam, és 3 hét múlva indult a következő tanfolyam, ami 1 évben egyszer indult. Tehát ilyen nagyon sorsszerű volt az egész, és így is éltem meg, tehát borzasztóan élveztem magát a tanfolyamot, és ott ugye egymáson gyakoroltunk oda-vissza, gyakoroltuk az oldások menetét, tehát rengeteg oldáson voltunk ott túl, ami egy olyan önismereti út volt, és én annyit tanultam ott saját magamról, hogy ezt így mindenkinek ajánlanám a saját életében, hogy ezt csinálja végig, mert hogy nagyon sok olyan dolog felszínre kerül, amiről azt sem tudjuk, hogy ott van bennünk, viszont meghatározza a mindennapjainkat, a mindennapi döntéseinket, a cselekedeteinket, és mindenre hatással van, anélkül, hogy tudnánk róla. És hogy indultál el azon az úton? Vagy mikor született az a döntés, hogy te ezzel szeretnél foglalkozni? Hogy akkor ott hagyod a régi munkahelyedet, ami egy reálisabb világ volt, és egy kicsit... Hát nem mondom, hogy ezoterikusabb, de egy kicsit egy alternatívabb gyógyászati mód felé fordulsz, hogy ezzel segíts esetleg másokon. Én azt gondolom, hogy maga a döntés, hogy én valamikor főállásban csak ezzel szeretnék foglalkozni, az megszületett már akkor, amikor én arra a tanfolyamra beiratkoztam. Viszont itt azért volt egy átmeneti idő, tehát azért egy ügyfelkört ki kellett építeni. Én is rengeteg mindent tanultam még, nem csak azt az ágát tanultam a kineziológiának, amit akkor tanultam, hanem más ágakat is megtanultam, illetve egyéb más olyan módszereket, technikákat, amik nagyon jól kiegészítik a kineziológia területét. És egy jó... hát nem is tudom, 1,5-2 év volt az, amíg így párhuzamosan ment a hétvégente a kineziológia, a hétköznap pedig a főállásom, és egy idő után rá kellett jönnöm, hogy ez így nem megy párhuzamosan a kettő, mert hogy fizikai képtelenség az, hogy én ennyit dolgozzak, és ennyi helyen álljak helyt. És egyébként pont a 2020 tavaszán, amikor ugye itthon voltunk,
akkor döbbentem én rá arra, hogy mennyire jó nekem itthon, és hogy mennyire szívesen csinálnám én csak ezt így az emberekkel. És akkor ugye volt egy nagyon nagy érdeklődés is erre, hiszen az emberek nem nagyon tudták azt, hogy hogyan kezeljék akkor azt a helyzetet, és folyamatosan csörgött a telefonom, folyamatosan kaptam az üzeneteket, hogy mit csináljanak abban a váratlan és szokatlan helyzetben, ami ugye megint egy ugyanolyan negatív helyzet, mint amiről az elején beszéltünk, és ebből nagyon sokan kezdtek el fordulni. Én is ilyen fordulásban voltam akkor, mert hogy a home office után én fölmondtam a főállásomban, és azóta csak ezzel foglalkozom itthon. Kicsit kifejtenéd pontosan azok számára, akik nem nagyon tudják, és bevallom én is, amennyit az interneten utána olvastam, de nyilván jobb ezt egy szakértő szájából hallani, hogy mi is tulajdonképpen az a kineziológia. Te hogy segítesz ezzel az embereken? A kineziológia alapvetően egy stresszoldási technika, tehát legegyszerűbben így tudom megfogalmazni, de amit így mindig el szoktam mondani a vendégeimnek az oldások elején, az, hogy abból az alapvetésből induljunk ki, hogy minden olyan dolog, ami történik velünk az életünkben, a jó is és a rossz is, arra a lelkünk emlékszik. És ennek a lenyomatait visszük tovább magunkkal az életünkben. És amikor benne vagyunk így a jelenben valamilyen helyzetben, akkor ezek a múltbeli emlékek, ezek a lenyomatok, ezek meghatározzák itt a jelenben azt, hogy én hogyan tudok döntéseket hozni, kommunikálni, kapcsolatokat építeni, a munkámban teljesíteni, vagy akár az anyagi oldalát is az életemnek. És amikor ugye benne vagyunk egy ilyen elakadt helyzetben, ami ugye okozza magát a stresszt, akkor ez egy nagyon ilyen beszűkült állapot tud lenni. Amikor egy ilyen stressz állapotban vagyunk benne, akkor egész egyszerűen nem tudunk úgy gondolkodni, mint ahogy más életterületeken vagy más pillanatokban ezt meg tudnánk tenni. A kineziológia abban segít, hogy ezt a stresszt tudja feloldani, illetve oldódnak azok a régi beidegződések, azok a régi hitrendszerek, amik szerint eddig működtünk, és ahogy ez az oldódás történik, úgy kerül le egy ilyen szemellenző igazából a szemünkről, és észreveszünk olyan megoldási lehetőségeket, amik lehet, hogy ott voltak előttünk, csak pont a stressz miatt ugye nem vettük észre, vagy elmerek hinni magamról olyan dolgokat, amiket korábban nem mertem elhinni, illetve az is még a funkciója, vagy a szerepe a kineziológiának szerintem az emberek életében, hogy azokat a képességeket, amik ott vannak bennünk, azokat a felszínre tudja segíteni. És azokat el tudjuk kezdeni a mindennapokban aktívan használni, és amikor így tudunk benne lenni a saját életünkben, akkor ez egy nagyon szép fordulatot tud venni az az élet. Tehát ide jön valaki hozzád, hogy felhív telefonon, adódott egy probléma, vagy nem tud elengedni egy gyászt, vagy egy szakítást, vagy mondjuk egy kisgyerek, nem megy jól a matematika, teszem azt, valami miatt szorong, akkor ide jön, leül, és elkezdtek beszélgetni, és te beszélgetés közben teszteled őt, tehát kérdezel, és figyeled a reakciókat? Ezt így kell elképzelni? Úgy kell elképzelni, hogy az oldások elején mindig van egy beszélgetés, illetve mindig van egyfajta célmeghatározás. Mi az a terület, mi az a probléma, aminek a megoldásán ő szeretne elkezdeni dolgozni. Van olyan is, amikor ezt az ember nem tudja megfogalmazni. Csak azt érzi, hogy valami nem jó. Valamin változtatni kéne, van bennem egy érzés, amit nem is feltétlenül tudok megmagyarázni. Ilyenkor is nyugodtan el lehet jönni, és lehet segítséget kérni, mert együtt fel tudjuk göngyölíteni azt, hogy mi is az eredője annak az érzésnek. De van, aki konkrét céllal érkezik. Aztán utána a célmeghatározás után megnézünk különböző érzéseket, különböző félelmeket, amik ő benne vannak, és amik mondjuk akadályozni is tudták eddig azt, hogy miért nem tudta magától elérni azt a célt. Aztán pedig vagy valamilyen korrekciós gyakorlatot végzünk, vagy pedig visszakeresünk egy olyan korábbi eseményt az életéből, amikor történt vele valami. És azt ott kibogozzuk egy kicsit azt, hogy mi volt ott, hogy volt, hogy jutott el odáig, milyen következménye volt annak utána. És ahogy ezt a sok mindent így átbeszéljük, menet közben is vannak felismerések, olyan gondolatok, amiket eddig még így nem gondolt végig, vagy olyan mondatokat mond ki, amit eddig még soha nem mondott ki.
És a folyamatnak a végére igazából ő fog eljutni odáig, hogy meg tudja fogalmazni azt, hogy mi az, amit másképp fog már csinálni ezután az életében. Amit mondtál, izomtesztelést, ez egy olyan eszköz így a kineziológia módszerében, amit az oldásmenet elejétől kezdve a végéig használunk, tehát nem én vagyok a megmondó ember ebben a folyamatban, hanem egy izomtesztelés, a kezükön szoktam általában tesztelni a vendégeinknek. Az izomtesztelés adja meg minden kérdésünkre a választ, vagy az irányt. Mi az a terület? Valóban azon a területen kell dolgozni, amit ő gondol. Olyan megközelítésből kell ránézni, mint ahogy ő ezt így elsőre gondolja. Ugyanez a módszer van a segítségünkre akkor is, amikor megkeressük azt a legjobb kort, vagy éppen azt az eseményt, amit most itt át kell beszélni. Fontos tudni, és azt is mindig el szoktam mondani, hogy amikor idejön valaki, akkor mindig azt és mindig annyi információt kap meg a saját életével kapcsolatban, amire éppen ő fel van készülve, amit elbír a lelke, illetve amennyi kell neki ahhoz, hogy az életében a következő lépéseket meg tudja tenni. És amikor a végén ő maga megfogalmazza a lépéseket, hogy majd amikor innen kilép az ajtón, akkor mi lesz az, amit másképp fog csinálni az életében, akkor ott már azért van bennük egy egészen más energia, egy egészen más életszemlélet, mint amivel idejöttek. Ugye az oldódási folyamat az itt elindul, de nyilván nem fog itt véget érni nálam, hanem az még akár napokig vagy hetekig is ott dolgozhat bennük, és ez idő alatt is lehetnek felismeréseik, lehetnek új ötleteik saját magukkal kapcsolatban. Azt is fontos elmondani, hogy azért mindenki a saját életének a kovácsa. Tehát mindenki kell, hogy tegyen aktívan, tényleg tudatosan azért, hogy az ő élete valóban el tudjon kezdeni változni. Tehát az, hogy beveszünk egy gyógyszert, vagy elmegyünk bármilyen segítőhöz, az önmagában nem elég. A segítő abban tud segíteni, hogy rávilágít azokra a helyzetekre, amik esetleg problémásak, megmutatja ezt egy egészen más szemszögből, mint ahogy ő eddig ránézett a saját életére, és közösen tudnak a kliensnek a szerint tudnak megoldásokat keresni, ami a kliens számára a legjobb. És én ezt szeretem leginkább ebben a módszerben, hogy nem én vagyok a megmondó ember, hogy neked most ezt és ezt kéne tenned, hanem ő tud választani. És amikor ő rájön arra, hogy neki igazából van választási lehetősége a saját életében, és egy gyásznak a feldolgozása is lehet teljesen egyéni. A saját ritmusa, a saját gondolatai, a saját érzései mentén, ő ezt úgy tudja szépen végigcsinálni a folyamatot, ahogy ez neki a legjobb. Tehát akkor ez alapjába véve igen erősen személyiségfüggő. Igen. Igen. Tehát van, akinek lehet, hogy csak kell egy löket, eljön pár alkalommal, meghallgatod, beszélgettek, és akkor puff, felpattan a fejébe a villany, hogy na, akkor nekem ezt kéne csinálni, de van, akinek hosszabb időbe telik ez az egész. Gyerekeknek is hasznos? Gyerekekkel is foglalkozol? Lehet nekik bármilyen tanulási nehézségbe, szorongásba, egy válás után bármilyen trauma feloldásába segíteni? 6 éves kortól foglalkozom gyerekekkel, tehát ez pont az a korosztály, akik mondjuk iskolába készülnek. Az egy rendszeres téma szokott így lenni a nyár folyamán, hogy azok a kicsik, akik ugye szeptembertől megkezdik az első osztályt, ők rendszeresen itt vannak így július-augusztus környékén. Nagyon-nagyon jól lehet dolgozni a mostani gyerekekkel. Borzasztóan nyitottak erre az egészre, és nagyon-nagyon értik, és nagyon tudják azt, hogy mi is történik itt, és miről is beszélgetünk. Nagyon ügyesen meg tudják fogalmazni a saját érzéseiket, a saját gondolataikat. Tehát én vagyok sokszor a legjobban megdöbbenve azon, hogy szinte ugyanolyan oldásmenetet végig tudok velük csinálni, mint amit egy felnőttel csinálnék. Nyilván időben sokkal rövidebb az, amit velük dolgozom, illetve nagyon sok ilyen játékos eszközt, színes kártyákat, rengeteget rajzolnak, vagy különböző bábukkal mutatják be, vagy mondják el, hogy mi is van igazából bennük. De igen, amit mondtál, ez lehet egy válás, lehet egy haláleset a családban, ez lehet egy
a szülő elveszíti a munkahelyét, és otthon emiatt van egy olyan légkör, amivel nem tud a gyerek mit kezdeni. Lehet egy kis testvér születése. Nagyon sok olyan élethelyzet van, ahol a gyerekeknek is segítséget tud nyújtani. Aztán utána ugye az általános meg a középiskolásoknál már ugye az iskolai teljesítmény az, ami egy nagyon meghatározó téma ezeken a családi témákon kívül. Rendszeresen itt vannak a gyerekek december-januárban, amikor a központi felvételiket írnák, és ugye előtte erre rá kell készülni. Én sokkal jobban örülnék, ha ezt mondjuk már szeptemberben elkezdenénk, és lenne erre idő, hogy a gyerek is megérjen arra, hogy ő neki januárban központit kell írnia. Ugyanígy vagyunk most az érettségivel kapcsolatban is, hogy itt az érettségi május-júniusban, és a 18 évesek azok ugye jönnek, és a saját önbizalmukon dolgozunk azon, hogy ki tudjon állni, felelni egy szóbeli feleletnél, hogy a felvételi vizsgáját úgy tudja megírni, tanuljon olyan technikákat, tanítok nekik olyan technikákat is, amivel ők be tudnak menni a vizsgára, és a vizsga előtt mondjuk egy nyugodtabb állapotba tudja magát hozni, hogy a két agyfelteke például összhangban legyen, és sokkal jobban tudjon koncentrálni. Tehát nagyon ügyesek, és tényleg nagyon nyitottak is erre. Aztán utána jönnek azok a helyzetek, amikor már az első munkahely kiválasztása, vagy az ottani megmérettetés, az ottani beilleszkedéssel kapcsolatos kérdések felmerülnek. Meg hát ugye ott az életkezdés, tehát amikor én hogyan váljak le a szülőkről, hogyan indítsak egy párkapcsolatot, hogyan tartsam el magam, hogyan költözzek külön. Ugye ott azért nagyon sok ilyen életkezdési kérdés merül fel a fiataloknál, de ugyanígy járnak hozzám utána már ugye a családos fiatal felnőttek, akiknél a gyerekvállalás kérdése például egy rendszeresen visszatérő téma. Aztán amikor már megszületik a gyerek, akkor hogyan tartsuk fenn a párkapcsolatot például, ugye erről soha senki nem beszél nekünk, pedig erről nagyon-nagyon fontos lenne beszélni. És ehhez is nagyon sok stressz és nagyon sok olyan negatív minta van előttünk, hogy hogyan nem csinálták jól ezt a szüleink, és hogyan lehetne ezt egyébként egészen másképp és sokkal tudatosabban csinálni. De egészen a 60-70 éves korú hölgyek, urak is jönnek hozzám, mert és ők vannak egyébként a legjobban megdöbbenve azon, hogy nem kellett volna leélni azt a 60 évet úgy, hogy ott van bennük egy gyerekkori eseménynek a nyoma, és hogy ezt föl lehetett volna dolgozni. De én azt gondolom, hogy sosincsen késő. Tehát, hogy nem szabad azt mondani, hogy valaki 60-70 évesen már nem fog tudni változni, mert hogyha akar, akkor tud. És a saját érdekében meg miért ne tenné meg? Betegségeknek az elfogadásába, gyógyításába, öngyógyításba, ebbe segítséget nyújt-e? Én azt gondolom, hogy amikor a fizikai testünk jelez, akkor ő ott mondani akar nekünk valamit saját magunkról. És jó lenne, hogyha egy sokkal szorosabb kapcsolatot tudnánk kialakítani a saját testünkkel, mert hogy a test és a lélek és a szellem között igenis van egy kapcsolat, amiről jó lenne, hogyha sokkal többet tudnánk, mint amennyit most tudunk egyébként a hétköznapokban. Volt már ilyen példa is, igen, hogy valaki idejött, akár gyerek, akár felnőtt, konkrét fizikai problémával, és sikerült annak megtalálni a lelki eredetét, és meg tudott oldódni egy probléma. De hogyha ez egy olyan helyzet, amit már nem lehet visszafordítani, akkor pedig abban tud segíteni, hogy mondjuk én hogyan viseljem el a kórházi beavatkozásokat, hogy én hogyan csináljam jobban a felépülési szakaszt, hogyan legyen egy nagyobb elfogadásom a saját életemmel, a saját testemmel, vagy éppen a változással kapcsolatban. Tehát az elfogadásban és a hozzá kapcsolódó megnyugvásban tud segíteni ilyenkor a módszer. Te, aki nap mint nap ezzel foglalkozol, és azért sorsokat ismersz meg, tragikumokat, élethelyzeteket, amiket nem könnyű szerintem neked, mint kívülállónak se hallani. Te hogy tudod ezt magadba feldolgozni? El tudod engedni a nap végén, vagy még miután bezártad az utolsó kliens után az ajtót, akkor még kattogsz azon, hogy tudnál még segíteni? Hogy ventilálod ki magadból ezeket?
Egyrészt ugye titoktartás köt, tehát hogy én erről nem beszélek senkinek sem, ami itt elhangzik. Ez önmagában egy nagy súly ugye rajtam, hogy én ezt ugye nem beszélhetem ki. Nagyon mély és nagyon komoly élethelyzetek is vannak itt, amikből néha nagyon nehéz úgy megmaradni így egy megtartó szerepben, hogy ő biztonságban érezze magát. De ugye az én dolgom ez. Attól, hogy ő leteszi a terhét, ezt nem én viszem tovább, nem nekem kell tovább vinnem. De igen, nekem is meg kellett tanulnom azt, és ez az elején volt inkább nehéz. Azt gondolom, hogy ma ezt már meg kellett tanuljam nekem is sokkal tudatosabban csinálnom. Van erre technikám, és van erre bevált gyakorlatom, hogy én ezt hogyan tudom magamban lerendezni, hogyan tudom a helyére tenni magát az érzést, ami ilyenkor bennem is. Tehát én is emberből vagyok. Én nekem is nagyon sok minden feljön ilyenkor, de ezt meg kellett tanulnom, és ez egy elég hosszú folyamat volt egyébként, mire én ezt megtanultam, de szerintem elengedhetetlen akkor, hogyha az ember minden nap és naponta több ilyen sorsról is hall. Van-e valami hobbit? Amivel, igen, amivel kitöltöd a szabadidődet, amivel ki tudsz kapcsolódni? A kertészkedés, illetve egy időben elég sokat festettem, meg kézműveskedtem, az így sokat segített. És még arra lennék kíváncsi, hogy ami engem mindig foglalkoztat, hogy minden fórumon, médiában azt lehet hallani, hogy valahová az emberiség így a pusztulásba viszi a földet. És hogy próbálnak mindenféle külső dolgokat bevonni ahhoz, hogy mérsékeltebb legyen a környezetszennyezés, vagy ne legyenek háborúk, vagy megszűnjön az éhínség a világ számos pontján. De én úgy gondolom, és kíváncsi lennék a véleményedre, hogyha ezt mi magunk belülről indítunk el egyfajta önvizsgálatot, egy változást önmagunkba, hogyha tényleg tükör elé állunk, és belenézünk, és meglátjuk a saját gyarlóságunkat, és azon tudatosan elkezdünk változtatni, akkor az kihat-e a szűkebb környezetünkre, és a szűkebb környezetünk változik, az kihat-e a mindenre, mindenkire? Változtathatunk-e a világ sorsán? Nagyon jó a kérdés, mert hogy igen. Az, hogy mi saját magunkkal milyen viszonyban vagyunk, az alapvetően meghatározza azt, hogy milyenek a társas kapcsolataink. És ezért például indítottunk egy podcast sorozatot, ami pont erről szól, hogy szeretnénk az embereket rádöbbenteni arra, hogy mennyire fontos az, hogy beszéljünk a különböző témákról, amik bennünk zajlanak. Mert hogyha mi ezt magunkban a helyére tudjuk tenni, akkor, hogyha bennem egy nyugodt érzés van, akkor én eleve nem fogok bántani mást, ugye? Én nem fogok megszólni mást, nem fogok keresztbe tenni a másik embernek, ezt azok az emberek teszik általában, akikben belül van valamilyen forrongás. Hogyha most ezt végig gondoljuk, hogy ezt minden ember meg tudná tenni, ami ugye az ideális állapot lenne, akkor egy nagyon szép és nagyon nyugodt hely lehetne a Föld. És azt gondolom, hogy ez nem ilyen nagyon magasztos gondolat, és nem kell, hogy ezt ilyen nagyon távolinak tartsuk magunktól, mert hogy ez a mindennapunk része. És az az érdekes, amikor valaki idejön és azt mondja, hogy szeretné, hogyha mondjuk a párkapcsolata jobb lenne, és hogy ő azt szeretné, hogy a férje vagy a felesége ilyen és ilyen legyen, akkor mindig ezt szoktam mondani, hogy azon nem tudunk dolgozni, de azon, hogy ő belül milyen, és ő egyébként hogyan kezdeményez egy kapcsolódást a párjával, amire a párja majd ugye másképp fog reagálni, mint eddig tette, azzal már elindul egy változási folyamat. Tehát igen, tudunk tenni azért, hogy ez jobb legyen. Mernek az emberek nehéz döntéseket hozni? Mernek mondjuk kilépni egy rossz házasságból, hiába köti őket oda mondjuk a gyerek, a vagyon, vagy egy biztos munkahelyről, ahol tudja, hogy havonta ott csilingel a bankszámláján az az X összeg, de amúgy szenved minden áldott nap, és gyomorideggel megy be. Mernek dönteni? Ki mernek lépni ezekből az élethelyzetekből? Kvázi a semmibe, hogy változtassanak a saját életünket? Mert én úgy gondolom, hogy aki egyszer megmeri tenni ezt az első lépést, akkor utána valahogy olyan segítséget kap az univerzumtól, ami megkönnyíti
a továbbiakat. Tehát, hogy csak az első lépés megtétele mindig a nehéz. Igen, ezt nagyon jól látod, ez így van. Eleinte nem mernek, pont emiatt, amit mondtál is az előbb, hogy ott az a biztonság, még hogyha langyos víz is, meg nem is vagyok benne boldog, akkor is a biztonságérzet az nagyon sokszor mindennél előrébb való. Illetve ott vannak azok a családi minták, azok a világban, az országunkban lévő viselkedéstípusok, amikhez az emberek azért szeretnek ragaszkodni. Nem nagyon akarnak kitűnni az emberek a sorból, mert hogy akkor egy olyan felületté válnak, amit ugye könnyű támadni, könnyű megítélni, vagy éppen elítélni, és ezt nem nagyon szereti, nem nagyon vállalják az emberek, hogy ez így legyen. Viszont itt jön be az, amiről az elején beszéltünk, hogy ezt a lelkünk nem tudja a végtelenségig csinálni. Tehát nem tudok egy végtelenségig benne maradni egy olyan párkapcsolatban, amiben nem vagyok jól, vagy ami nem méltó hozzám, vagy nem tudok ugyanúgy benne maradni egy olyan munkahelyen, ahol én tényleg gyomorgörcsel megyek be minden nap dolgozni. Tehát egy idő után vagy fizikai tünetei lesznek ennek, vagy valami történni fog körülöttem, ami egy ilyen ugyanolyan váratlan pillanat, mint amit az elején beszéltünk, hogy ott lesz a figyelmeztetés. És kérdés, hogy észreveszem-e ezt a figyelmeztetést. Észre kéne venni. Tehát nem szabad azt gondolni, hogy ezek a dolgok csak úgy megtörténnek, mert nincs ilyen. Azok a dolgok, amik velünk történnek, azok okkal történnek velünk. És hogyha én figyelnék ezekre a jelekre, és elkezdenék azon dolgozni, hogy mondjuk legyen önbizalmam ahhoz, hogy én meglépjem azt, hogy kilépek egy párkapcsolatból, vagy ott hagyom a munkahelyemet, hogy én higgyek annyira magamban, hogy én fogok találni utána egy másik munkahelyet, vagy meg fogom találni azt az életterületet, amiben viszont én ki tudnék nyílni, amit igazából szeretnék csinálni. Ez mind önbizalom kérdése. Hogyha én elkezdek a saját önbizalmammal foglalkozni, ami egyébként egy fejleszthető dolog, és gyönyörűen ki tud nyílni, és nagyon szépen tudja alakítani az életünket, akkor igenis megmerjük lépni ezeket a lépéseket. És olyankor tényleg jön az, amit mondtál, hogy olyankor, amikor egy ilyen nagyon kardinális döntést meghozunk, akkor valóban ott van az univerzumból ez a jutalom. Tehát ez mindenkinek jár, mert oda fognak körét kerülni olyan emberek, olyan segítők, olyan lehetőségek, amikre álmodban sem gondoltál volna, de pont azért, mert így van egyensúly, ezért meg fog jönni. És ezt a saját életemből is tudom egyébként. Tehát, és ami érdekes még ezzel kapcsolatban, hogy amikor az ember először végigcsinál egy ilyen folyamatot, akkor a folyamat végére ő elhiszi magáról azt, hogy ezt innentől kezdve akárhányszor meg tudja csinálni az életében. És utána már fognak is jönni ilyen helyzetek, amikor ebbe ugyanígy bele kell állni, és ugyanúgy végig kell csinálni az egész folyamatot, mert hogy onnantól kezdve ő már készen áll arra, hogy sokkal nagyobb léptékekben haladjon előre az életében. Hát köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Én még órákig tudnék Dórival beszélgetni, de sajnos el kell köszönnünk. De arra biztatok mindenkit, hogy figyelje a jeleket, és ha segítségre van szükség, akkor forduljon segítségért. Köszönöm szépen, további jó tévézést, viszontlátásra!